szárítani, úgy sem tudod. A szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjait közül a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok. Ahol az időben ez a generáció, és ezt most igazából zenei értelemben mondom, egy fantasztikus korszaknak voltunk a szemtanúi, és hát a kortársai természetesen a magyar nyelvű beatzene születésének az időszaka volt ez. Akkor, amikor a budapesti fiatalok, de hát köztünk mi is egy-egy, az a gondolkod, hogy hova menjünk el a hétvégén bulizni szombaton, vagy a metróba, a metróklubba zonát hallgatni, vagy a meghívket a várban, mert akkor ott is játszottak, vagy esetleg az illésékhez. De volt itt egy olyan közeg, akik ortodox módon ragaszkodtak ahhoz, hogy a Bartók Béla útra menjenek, ahol egy szemüveges fiú egészen újfajta hanggal és hangzással és egy Tomaszik nevű zenekar háta mögött megpróbálták az akkori fiatalokat lázba hozni. És persze minden zenének vannak sajátosan hívei, rajongói. Ez, valaki ezt a stílus szereti, másik azt a stílus. Nagyon az MTK Fradi módon működött ez annak idejében, hogy a Metro és az Omega és akkor az Illés egy külön kaszt volt, koncertjel jártak a fiatalok, és Máté Péter is ebben a közegben, ebben az időszakban kezdte bontogatni a szárnyait. Azt tudni kell róla, hogy elképesztő Elvis rajongó volt. Mondta valakinek, és nyilatkozta is, hogy valójában ő az Elvis-től tanulta a muzsikát, és a zenét, és az éneklést is, és azt hiszem, hogy ez így is igaz. Felnőtt már a banda, mely akkor volt gyerek, mikor bugit jártak az ős tínédzserek. Mégis minden szívben a ritmus úgy dobol, hogy el sem hinnéd, milyen kár, nem vagy tini, ó, csak voltál zongor. A Péternek volt egy nyilvános arca. Ez a nyilvános arc egy nagyon magabiztos, nagyon okos, szemüveges, nagyon jó képű, nagyon bájos, irtózatosan szerethető fiatalember volt, akinek az erejét valami mérhetetlen hangi tisztaság, intonációs tisztaság, és azt gondolom, nem tudom igazán megítélni, de a szövegeiben is valami nagyon primőr, egyszerű, nagyon érthető tisztaság volt a jellemző. És ez adott neki egy olyan magabiztosságot, amivel ő elközlekedett ebben a zűrzavaros, sok feljelentéssel, furkálással, álmossal, besugóval, átszőtt zenei vagy kulturális életben. Egy korttiszta víz volt. És amikor úgy beszélgettünk, mindig arról került szó, hogy miért csinálom én ezt? Miért vezetek én olyan gyorsan? Miért akarok én ilyen toppon lenni mindig? Hát ez mindkettőnek gondja volt. Én magam is kicsi hasonló voltam, vérmérsékletemben is, meg a karrieremben is, meg a... De olyan nagyon érdekes volt látni ezt a fiút, hogy ez valójában nem az, mint amilyennek ez mindig is látszott. Számomra ez nagyon megrázó volt, és nagyon mélyen megszerettem ezt a fiút, aki gyerekkorában csak ilyen felületes játékocskákban tudtam igazán jól megszeretni. Én őt nem tudom igazán megítélni, mint az ő zenei karrierjét. Valahányszor megszólal nekem, a hideg szaladgál a hátamon, visszahozza a gyerekkoromat, és ránézek az arcára, és nézem, hogy milyen szép, és hogy hát
mi meg ilyen csúnyák lettünk. Ő meg megmaradt ilyen szépnek, és ez... Majd ott oda át, nem tudom, milyen formában fogunk találkozni, szerintem szépek leszünk mindnyájan. Ez azért örömmel tölt el, de mindenképpen összeszorul a szívem, ha a Péterről esik szó, vagy a Pétert hallom. Nekem elég egy szál gitár, és néhány jó akkord, hogy elfeledjen minden rossz napon. Nekem elég egy szál gitár, és néhány gondolat, hogy messze szálljon minden bánatom. A legtisztább dolog, mikor nem variálnak semmit, egy szál gitárral elénekli, és nem kell külön megmagyarázni, hogy úgy, ami kijön belőle, azt halljuk, és az, ami leteper mindannyiunkat, akik szeretik a zenét, és egyáltalán is azonosulni tudnak ezzel az egésszel. Ennyi év után még mindig aktuális, és embereket megérint, akkor ez azt jelenti, hogy ezen túl is fogja érdekelni a következő generációkat, és ezért drukkolunk mindenkinek, mindannyiunknak, hogy ez valójában így legyen. Az első között, már a háború utáni generációban, az első között volt az, aki nemzetközi elismerést is kapott. A Sylvie Vartan, ha jól tudom, ő énekelte azt a nótát. Elég kalandos volt, ameddig eljutott oda, de hogy egy akkor tényleg valójában világsztár csaj elénekelte, és nagy slágert csinált belőle, az szinte elképzelhetetlen, még a mai napig is. Sőt, azt mondom, hogy most még nehezebb lesz, mert kitűnni azok között, az emberek között, amikor mehet mindenki, csak hol fogja megtalálni azt a kiugró lehetőséget, amikor úgy meghallgatják, olyan szeretettel és úgy befogadják, mint amit megérdemelt ő, megérdemelte ki, meg is ünnepelték érte, itthon meg elfelejtették. Sajnos, de a közönség nem. Ez a jó az egészben. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátokkal sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek, ér bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem,